Megtartotta a szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóját Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. A megyeszékhely vezetője november 16-án létszámstoppot rendelt el az önkormányzati cégeknél, ezt most kiegészítette egy szerződéskötési moratóriummal is, amely korlátozza azon megállapodások megkötését, amik nem a cég létfenntartásához szükségesek, vagy a vírus elleni védekezést segítik. Az önkormányzati cégeknek is el kell gondolkodni, azt mondja, hogy a működésen felül fizetnek ki olyan számlákat ki, ami nem kapcsolódik sem a működésükhez, sem a vírus elleni védekezéshez. Most tulajdonképpen a moratóriumon azt mondtam, hogy ezt én leállítom, csak szigorúan azt lehet kifizetni, és arra lehet szerződni, amely a napi működéshez kell, vagy a vírus helyzet kezeléséhez szükséges majd. A hétértékelő új állandó napirendi pontjává vált a vírushelyzettel kapcsolatos beszámoló is. Még mindig Tolna megye az, ahol a járvány kitörése óta a legkevesebb megbetegedés történt, és a polgármester fontosnak tartja ennek a pozíciónak a megőrzését. Csökkent a kórházban kezelt koronavírusos betegek száma is. A kormány által elrendelt tesztelések is megkezdődtek a megyeszékhelyen, amiket a szekszárdi önkormányzat azzal tud támogatni, hogy 6 állományban lévő védőnőt közvetít ki a szűrésekhez a folyamatok meggyorsítása érdekében. Emellett a polgármester fontosnak tartja a város közterületeinek rendbetételét is, ezért rendkívüli lombgyűjtést rendelt el, mert attól tart, hogy ha leesik az eső vagy a hó, akkor az utakon és járdákon heverő falevelek balesetet idézhetnek elő. A polgármester azt is elmondta, hogy a koronavírus járvány ellenére a város működése nem állt le, és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tervezik a szociális karácsonyi csomagok osztását. Az elmúlt 2 évben karácsony előtt már osztottunk csomagot, ha valaki regisztrált és jelezte, hogy szüksége van erre a csomagra, ezt szeretnék ide is megcsinálni. Ács Rezső elmondta, hogy erre is megvannak a megfelelő források, és hangsúlyozta, a város működése stabil.